Köszöntöm Önöket, mélyen tisztelt emberiség és honfitársaim! A Föld nevű bolygó elnöke vagyok. Azon belül szabadságharcos, politikai közszereplő, médiaprosti és influencer is. Mint ahogy az egész emberi civilizáció is tisztán láthatja, rohanó ütemben polarizálódó világunkban az egyre jobban szaporodó kríziseink száma az elmúlt évtizedek óta olyan aggasztó méreteket öltött, hogy már szinte a megoldhatatlannak tűnő szintet súrolja. És bár sokan a borzalmas bizonytalanságot érzik a közeljövővel kapcsolatban, nekem azonban, mint a Föld első számú emberének volna egy észszerű válaszom erre a vészjósló problémára. Mégpedig arról lenne szó, hogy... teljes mértékben leszarom! Ugyanis akárcsak Önök, én is ugyanolyan átlagot szaró ember vagyok, és legalább akkora a felelősségérzetem a bolygó iránt, mint egy Big Mac zabálónak. Nem is beszélve a teljes politikai osztályról, ami globális szinten korrupt és gyáva megtenni drasztikus lépéseket, mert az erősebb kutya baszik el alapján minden állam, ami nagyobb farokkal rendelkezik, azt csinál, amit csak akar. És a fogyasztói társadalom nagyobbik része még bele is nyugszik ebbe. De ha már globális szinten úgy is rábasztunk, akkor minek vagyok itt? Merül fel a jogos kérdés. Azért, mert szeretnénk valahogy pontot tenni az ügy végére, de nem ám mi a punci politikusok akarjuk megoldani a problémát, nem. Majd Önök, az átlagfogyasztók fogják eldönteni a teljes emberiség sorsát az elkövetkezendő évszázadra nézve. Ehhez pedig egy játékra szeretném invitálni Önöket, méghozzá egy SMS alapú játékra, melyben egyöntetően dönthetnek a mai egyetlen aktuális kérdés kapcsán. Hogyan akarunk mi, az emberiség meghalni? Ha már jobban élni nem tudunk. Ebben a kérdésben pedig három opció közül választhatnak. A leggyorsabb atomkatasztrófa által, B a mérsékeltebb harmadik világháború által, vagy C a leglassúbb halál a globális felmelegedés által. Jól fontolják meg válaszokat, mert a legtöbb szavazatot kapó választ igyekszünk ténylegesen biztosítani az emberiség számára. Rendszerünk természetesen a változás jogát fenntartja. A szavazásra pedig mindössze egyetlen egy másodpercet kapnak, ami pont elegendő lesz Önöknek, mert tudjuk, hogy mennyire félnek a haláltól. És a szavazás kezdetét veszi... most! És le is zártuk! De ahogy sejteni vélem, szinte az egész bolygó válaszolt, úgyhogy nézzük is az eredményt! Nagyszerűen válaszoltak! 97%-uk válaszolt a klímaváltozásra, a többiek pedig nyugodtan bekaphatják az atomkatasztrófát és a világháborút. Így az emberiség 97%-ának nyereménye a következő. Egy pár generációt biztosító szupertitkos katonai életmentő és fenntartó pánikbunker csomag a Simon hiánycsillapító támogatásával, amely terméken túlnépesedés, illetve garanciaromlás esetén rosszabb esetben majd osztozkodni fognak. De a nyeremény biztos átvétele után gyerekjáték lesz az ideiglenes túlélés. Én ezzel végleg megköszönöm a megtisztelő játékot, és további kellemes f***topást kívánok minden kedves honfitársamnak. Igen? Az vagyok, igen. Ó. Tényleg megtörtént? Aha. Akkor ez most már végleges? Oké. Hát, én is sajnálom, de hát, ha egy másik életben jobb lesz, már ha lesz. Na mindegy, köszönöm még egyszer, viszal. Nos, amennyiben az apró betűs részt olvasták, rendszerünk a változás jogát továbbra is fenntartja. Ugyanis nemrégiben kaptuk az infót, hogy az atomhatalmak végleg felfüggesztették egyezményeiket, és azonnali atomcsapást rendeltek el a mai napra vonatkozóan az egész világon. Így valószínűleg nem csak azok szopták meg, akik későn kapják meg a pánikbunkerüket, de kb. Mindannyian. Így a Föld első számú embereként azt javaslom, hogy utolsó cselekedetünk alkalmával verjük ki a farkunkat. Ja, hogy már arra sincs időnk? Ja, hogy most dobták le az atombombát. Pont a fejünk felett van, mi? Nos, akkor ebben az esetben... hát azért ez elég szar élet volt már, ha engem kérdeznek. De amúgy most hol a faszomban vagyok?